Köszöntöm nézőinket, Önök a Szentendre ma hírmagazinunkat látják. Következzenek elsőként híreink röviden. Képviselőtestületi ülés. Több mint 40 napi rendet tárgyaltak tegnap a városatyák. Fesztivál szezon. A harmadik sörfesztivállal indulnak a szentendrei nyári programok. Demonstráció. További egyeztetések várhatóak a mobil átjátszó torony ügyében. Több mint 40 napi rendet tárgyalt tegnap rendes ülésén a város képviselő testülete. A bázisállomás ügyének tárgyalása mellett nagy vitát kavart a hulladékgazdálkodás átalakításáról szóló sürgősségi előterjesztés is. Az ülés elején elfogadták a képviselők a két testületi ülés között eltelt időszak eseményeiről szóló polgármesteri tájékoztatót és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. Majd a Szentendre egy nevű bázisállomással szembeni Zuzmara utcai és környékbeli lakók tiltakozásával kapcsolatos napirend tárgyalása után a hulladék gazdálkodás átalakításáról szóló sürgősségi indítványhoz Kubatovics Áron szólt hozzá. Nehéz, szóval az averzióinkat ezzel az egész átalakítással kapcsolatban most nem kezdeném el mondani, mert szerintem ez mindenki számára világos. Egyetlen egy, hát valamennyire technikai kérdésem van, és az egyébként, tehát szerintem releváns kérdés, hogy oké, delegálunk egy felügyelőbizottsági tagot a bicskei cégbe, de hát volt már itt például legutóbb olyan beruházás Pismányban, hogy egyszerűen folyamatosan az volt, hogy a szolgáltatást végző, ott egy beruházást végző cég rosszul teljesített, nem jól teljesített, és folyamatosan az volt a gondunk a képviselőtestületnek, az önkormányzatnak, polgármester úrnak, hogy közvetlen direkt ráhatásunk nincsen. És hogyha nem úgy működik, nem olyan jól, nem olyan hatékonyan, késéssel, stb. Tehát hogyha most a jövőre való tekintete, milyen eszközeink lesznek majd, hogy a szolgáltatás minőségét fönntartsuk. Igen, ahogy az előterjesztésből remélem, hogy kitűnt, az a szándékunk, hogy minél több lehetőséget továbbra is nyitva hagyjunk, hogy milyen irányba megyünk tovább. Ugye ez az egyik lehetőség, ez a bicskei vonal. Egyetértek képviselő úr alapban, hogy a lehető legtöbb garanciát kell biztosítani arra, hogy a szolgáltatás minősége, illetve a divíziónak a vezetése, vezető kijelölése, azzal kapcsolatos vétójog, felügyelőbizottsági hely, tehát minden olyan eszköz rendelkezésünkre álljon, ami adott esetben mondjuk más korábbi társulások létrehozásánál hiányzott, tehát ezeknek a tanulságát levonva. Ugyanakkor nyilván 170 szolgáltató, akiből majd feltehetően kevesebb fog megmaradni a piacon, és 3200 település, tehát helyzet az, hogy ugye a legtöbb településnek nincsen saját szolgáltatója. Az átalakítással kapcsolatos ellenérzéseit Magyar Judit, az MSZP helyi képviselője is megfogalmazta. Igen, még végigolvastam a vezetői összefoglalót, utána az jutott eszembe, van egy régi magyar mondás, hogy közös lónak túrós a háta. Én megmondom őszintén, én nem értem, hogy miért kell tulajdonjogot vásárolni. Én egyáltalán nem látom biztosított, vagy jobban biztosítottnak azt, hogy mi a minőséget, meg a szolgáltatást, azt jobban tudjuk felügyelni. Én úgy gondolom, hogy piaci szereplőt, miután ugye mi vagyunk a másik oldalon, mi vagyunk a megbízói, egy piaci szereplőt legalább olyan szinten lehet kordában tartani, vagy ha nem jobban. Tehát egyszerűen nem értem, hogy miért kell tulajdonjogot szereznünk. FB-t nem tudsz. Akkor FB-t nem tudok, és? Akkor nincs FB, vannak más. Tehát biztos, hogy törvény rendelkezik olyan megoldással, ami nekünk eszközt ad a kezünkben. Tehát erre szeretnék választ kapni, azon kívül, hogy sürget bennünket az idő. Mert azt érzékelem, hogyha most hírunk egy közbeszerzést, az egy kicsit hosszabb. Mi van akkor, hogyha a Zöld Bicske Kft. Nem marad meg a 170 mínusz nem tudom néhány szolgáltatóból, hiszen nem az ország legnagyobb szolgáltatója, akkor pár hónap múlva, nem tudom, akkor pár hónap múlva keresünk. Felcsúton szolgáltató. Jó, akkor lehet, hogy megmarad, de akkor pár hónap múlva újat kell keresni. Tehát én nem tudom, szóval ráadásul sürgősséggel idehozva 10 perc átolvasás után, én úgy gondolom, hogy jelen pillanatban Szentendrén ez az egyik leghúzósabb téma, hogy hogyan oldjuk meg a hulladékgazdálkodást. Hát nem igazán tudom jó szívvel ezt elfogadni, így köszönöm. Holló István, a Jobbik képviselője, szintén nem tetszését fejezte ki a hulladékgazdálkodás átalakításával kapcsolatban.
Én kérdéseket tettem föl a VSRT felé, és azt mondta, hogy csak a kintlévőségét kapná meg, akkor már nem kellene ilyen szükségintézkedéseket megtartani, és a vesztességtermelése abból fakad, hogy az a szabályozás, ami most van, nem ad pénzt. Tehát úgy akar dolgoztatni a VSRT-vel az állam, ugye a hulladékgazdálkodási központ, hogy nem ad érte pénzt, majd csak áprilisban, vagy augusztusban elnézést. De ez képtelenség. Tehát nem lehet kihegyezni erre, ezt egy zöld bicske tudja, föl tudja vállalni, mert övé a lerakó. Viszont milyenk a társulási szerződés, és a lerakóban ugyanannyi jogunk van, mint neki. Milyenk nagy részben a mi területenkön van a hulladék átrakó, tehát dominálunk. A mi szerepünk domináns a térségben. Ezt néhány 10 millió forintért, vagy 60 millió forintért, ami egyébként rendelkezésünkre kellene, hogy álljon, mert ott van, fogjuk és átadjuk egy másik településnek. Én abban látom a legnagyobb bajt, hogy egy kicsit több ellenállás, vagy vitézség, vagy vehemencia kellene, ne feküdjünk le rögtön. Igenis, tartsuk meg ezt a domináns szerepünket, és próbáljuk meg átvészelni ezt az ostoba, meg azt kell, hogy mondjam, hogy ostoba helyzetet, amit a kormányzat ezzel a hulladék törvénnyel felállított. A június 7-i rendkívüli testületi ülésen elfogadott határozatban az állt, hogy a jelenlegi bizonytalan finanszírozási körülmények között a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás hosszú távú ellátását a VSN ZRT nem tudja garantálni, így új közszolgáltató kiválasztásáról kell gondoskodni. Hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást javasolt indítani előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősségre hivatkozással a polgármester. A szentendreiek szemetének elszállításával a Zöld Bicske Nonprofit Kft.-t bízzák meg. Elindultak a szentendrei nyári programok. Júniusban a Dumcsa Korzó és a Múzeumok Éjszakájának rendezvényeit követően ismét lesz sörfesztivál. Az idei már a harmadik alkalom lesz. Ebben az évben a program díszvendége Székelyföld lesz június 24-25-26-án a Dunakorzón a Péterpál utcától a Lázárcár térig, ahol 50-féle sört kóstolhatnak majd a látogatók. A három nap alatt színvonalas koncertek, gyermekfoglalkoztatók, szkanderverseny koncertek is szerepelnek majd a fesztivál eseményei között. A végsőkig kitartanak az egészséges élethez való jogukhoz a Szentendrei Zuzmara utca lakóközösség tagjai, akik június 16-án a Városháza elé vonultak, hogy csendes tiltakozással nyomatékosítsák a képviselőtestület tagjainak, a hatóságoknak, hogy nem engedik a Szentendre egy távközlési munkaállomás elnevezésű, több mint 25 méter magas GSM és Tetra adótorony felépítését lakókörnyezetükben. Csendesen vonult a Szentendrei Városházához június 16-án az a körülbelül 30 ember, akik felháborodásukat szerették volna kifejezni, hogy a megkérdezésük nélkül a város vezetése szeretne felállítani egy Szentendre egy távközlési munkaállomás elnevezésű, több mint 25 méter magas GSM és Tetra adótornyot lakókörnyezetükben. A demonstrálók a hivatal előtt folytatták tiltakozásukat, majd képviselőjük az ülésteremben is felszólalt a lakók érdekei mellett, akik a karzatról figyelték az eseményeket. Ha a műszaki emberekkel össze tudunk jönni, hogy megmondják, melyik területek azok, amik a lefedettséget tudják biztosítani, amennyiben ez a torony a helyéről elkerül, akkor nagyon szívesen beszélünk ebbe, hozzáteszem, hogy tárgyalunk már ez ügyben is másokkal, és a református egyházon pedig mondom ezt az ígéretet kaptuk, hogy december végéig haladékot kapunk a lakossági megmozdulás miatt és tiltakozás miatt. Tehát azon vagyunk, tisztelt polgármester úr, hogy a problémát megoldjuk. A képviselők a közös megoldásra törekednek. A területet érintő elektroszmog csökkentése érdekében a 2017-es költségvetés terhére várhatóan a légkábel földvezetékre való cseréje is megtörténik, ahogy azt korábban már ígérték. Nagyon teljes körű és sok oldalról megvilágította a problémát a lakosság oldaláról. Természetesen a önkormányzat is azon van, hogy minél jobb megoldás szülessen ebben a kérdésben, mint ahogy
Eddig is ezen voltunk, és felajánlottuk minden olyan segítséget, amit ezzel kapcsolatban meg tudunk tenni. A egy-két dologra reagálnék csak hirtelen, a helyi építési szabályzatnak éppen az volt a lényege azután a tiltakozás után, amit ön említett, hogy nem egy konkrét helyszínnek a kijelölése történt, hanem egy olyan általános szabályozás, hogy a közintézményeknek, köztulajdonban lévő ingatlanoknak a területén létesíthetők legyenek ilyen állomások. A konkrét állomásnak a létesítése az azáltal válik lehetővé, hogy egy ilyen engedélyezési eljárás lefolytatásra kerül. Egyébként volt itt akkor azon a testületi ülésen a lakóközösség részéről valaki, egy hölgy, akinek akkor a testület megígérte azt, hogy a nagy feszültségű távvezeték kiváltásával hozzá tud járulni a ártalmaknak a csökkentéséhez, jól lehet, ez egy igen nagy költség. Kun Csaba fideszes képviselő javaslatára sugárbiológiai szakember bevonását is kérik, hogy pontos értékeket kapjanak a torony működtetésével kapcsolatban, aminek hosszú távú hatásai nem ismertek. A testület elé az előterjesztést a TESZ tette meg, képviselőjük Kobotovics Áron is felvázolta álláspontjukat a jelenlévőknek. A lakók több körben folyamatosan kérték a városvezetés, polgármester urat, képviselőket, hogy ez kerüljön napirendre. Ez nem történt meg, mi erről csütörtökön érdesültünk, hogy nem lesz napirend, és akkor gyorsan előkészítettük ezt az előterjesztést, hogy egyáltalán kerüljön ez szóba, legyen itt terítéken, erről beszéljünk, és valami döntés szülessen. Ez az előterjesztés pusztán arról szól, hogy induljanak el az egyeztetések. A teremben jelen volt a mobil szolgáltató képviselője, valamint a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság szakembere is. A telefonszolgáltató munkatársa hosszan hivatkozott a társaság számszerű értékeire, hogy mennyiben veszélyeztetni a környék lefedettségét a torony felállításának elvetése, valamint kitért arra is, hogy milyen következményei vannak az alá nem támasztott vádaskodásoknak, feltevéseknek. Azzal az érzéssel, hogy miután a Telekom emberre beszélt és reagáltak rá a képviselők meg a polgármester úr, még most sem jutott el a fülükhöz az, hogy ez a lakókörzet, ez jelenleg is környezeti ártalmakkal túl van terhelve a 11-es út, Zaja és Smogja által, a légvezetékek által. És még az is, hogy a jelenlegi torony sincs messze tőlünk, és hogy ezért nem kívánjuk mi körzetünkben még közelebb a lakóterületünkbe ezt a tornyot. Úgy érezzük, hogy ezt nem akarja megérteni senki. Végleges, mindenkinek elfogadható megoldás jelenleg nem született. A módosítást, miszerint párbeszéd és egyeztetés kezdődik a jövőben a lakók, a szolgáltató és a hatóság szakemberei, valamint a város vezetése között a képviselők elfogadták. Így a református gimnázium épületén marad a jelenlegi torony december 31-éig. A Szentendre ma adását látták, maradjanak továbbra is velünk, hamarosan Művészváros című kulturális magazin műsorunk következik. Hírmagazinnal legközelebb hétfő este 7 órakor jelentkezünk. Addig is visszakereshetik műsorainkat a tvszentendre.hu honlapon, ahol friss híreket is olvashatnak, de csatlakozhatnak oldalunkhoz a Facebookon is. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!